galaktikus birodalom előtt, még a kozmikus kamara idején, fényévekre a Skywalkerek korától. Rejtélyes idegenek, mesterséges intelligenciák, gonosz robotok. Nos kérem, részletesen mondja el első találkozását a robottal. Találat ért az energiaközpontot. Oli, Mike, ne mozduljatok! A kozmoszban valaki mindig az emberiség vesztét akarja. Senki más nem lehet a hajón, valaki mégis ott van. De kicsoda? Hilda vagyok. De bármi is veszélyeztesse az emberiséget, mindig akadnak hősök. Nagyon fontos megbízatást kaptam. Ki kell derítenem a Galilei állomáson történteket. Nálam van a legtitkosabb irat, amihez semmiféle fondorlattal nem juthattál hozzá. Gyönyörű hősnők. Egy nő tartózkodik Finch kalkulátor szobájában. Tetszik? És ez hogy tetszik? És ez a másik? De hiszen ugyanolyan vagy, mint 11 évvel ezelőtt. Semmit sem változtál. Őrült tudósok. Egy kísérleti laboratóriumunk van ide fel. A szellemi képességek edzése céljára. Mielőtt 3PO lefogyott és R2D2 kisimult. Senkit nem engedsz be, különösen nőket nem. A személy nem azonosítható. Értsétek meg végre, nincsen ember a Földön. A csillagok között. Idegen bolygókon. Űrállomásokon. Valamit biztosan közölni akarnak. Bajban vagyunk valamennyien. Ez a robot zagyva, kótyagos, meghibásodott szerkezet. Parancsol valamit? Ezek meg akarnak ölni. Gyilkosok! Mitől halt meg? Nem tudják megállapítani, csak az időpontot. 9:30 és 10 között. Valami sugárzásra gyanakszanak. Látod, nem tudom. Ezek itt vérszomjasan leselkednek rá. A galaktikus vasfüggönyön innen. Nincs olyan hamisítvány, amit ne lehetne leleplezni. Ne csinálj őrültséget! Menj előre! Dobjátok el a fegyvert! A jónak mindig győzedelmeskednie kell. Pusztuljon át. Minden. A Magyar Televízió tudományos fantasztikus filmjei.